Örök tragédia. Indokolatlanul akciózta a dínyét az egyik áruházlánc. Közönség találkozó Békés Csabán. Pap Ádám író három verses kötetét hozta a vármegye székhelyre. Blues a vízen. A borsodi blues Zsombok Rékával koncertezett a Csaba Gyöngyes tégen. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A hazai dínye szezon elején letörni az árakat az egyik külföldi tulajdonú üzletlánc. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Dínyetermelők Egyesülete, illetve a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szerint is elfogadhatatlan a diszkontlánc lépése. Előző évben nagy aszály sújtotta a földeket, amit minden agrárszektorban dolgozó szakember nehezen viselt. Az idei dínye szezon bíztatóan indult, és a betakarítás is elkezdődött több hete, nagyobb mennyiség a múlt héttől kezdve került piacra a gyümölcsből. Akkor, amikor az energia árak ilyen változáson mentek keresztül, nekünk a palántaneveléshez felhasznált szenet méregdrágáron meg kellett venni, minden más egyéb kiadás hasonló mértékben növekedett, szemmel láthatóan ültetés utáni idő sem volt a legjobb a növény számára. Ez nem azt jelenti, hogy ma a növény nem próbálta meg utolérni magát. Július közepétől a belföldi piac teljes ellátása biztosított hazánkban, a vásárlók bőséges és kiváló minőségű kínálatra számíthatnak. A nyár sláger termékét illetően az elmúlt években többször is akadt példa arra, hogy egy-egy áruházlánc indokolatlanul alacsony árakat hirdetett, ezzel alaposan megnehezítve a hazai termelők dolgát. Egy akcióval indított, amely több tíz, azt lehet mondani, hogy ugye kb. 60-80 forinttal olcsóbban vették a termelőktől a görögdínyét, mint egyébként akkor reális lett volna, és ezt azért nem tartjuk észszerűnek, mert semmi nem indokolta. Egy keresleti piac van, nem nyomaszta a görög, nem nyomaszta az olasz importáru, és itt van egy jó minőségű magyar görögdíny, amikor a termelők pénzt tudnának csinálni, és ugye hát ez még teljesen a szezon eleje, ugye gondolni kell azokra a termelőkre is, akik július végére, augusztusra időzítenek ugye árut. A termelőknek a bolt áraihoz kell igazodniuk, hiszen nagyban meghatározza a piac többi résztvevőjének a helyzetét is, tette hozzá az elnök. Újra telepítésének 301. évfordulója alkalmából hálaadó Isten tiszteletet és ünnepséget tartottak vasárnap Szarvason. Az eseményen átadták a városi kitüntetéseket és díjakat is. Legyen áldott a napsugarak, és melegítse fel szívedet, hogy lehessen neked adó forrás a szeretetedben szólni az Úrnak. Az evangélikus ótemplomban tartott istentiszteletet követően Szarvasváros szlovák nemzetiségi önkormányzatának elnöke köszöntötte a megjelenteket. Franco Anna kiemelte, hogy a szorgos elődöknek köszönhetően három évszázad alatt egy elnéptelenedett területből gyönyörű város fejlődött, amely ma az otthonuk. 301 évvel ezelőtt őseink szájra keltek, itt találtak hazát és szabadságot, nem kételkedve abban, hogy itt sok kötelesség vár majd rájuk. Házakat, templomot, iskolát építeni, hogy megfelelő életkörülményeket biztosítsanak maguknak és az utódaik számára. Szarvas polgármestere többek között arról beszélt, hogy akik idejöttek letelepedni, nekik a Nagy Magyarország volt a hazájuk, ahogy fogalmazott, ők otthonról jöttek haza. Babák Mihály hangsúlyozta, hogy jól lehet, akkor több nemzetiség élt, és több nyelvet beszéltek az országban, de magyarok voltak, és mindmáig azok maradtak, és lesznek is. 300 év, 301 év, nem sok idő, mondhatná bárki. Kérdés, honnan nézzük? Ha azt nézzük, hogy mit értünk el, hát letelepedtünk. Mit indítunk el az életünket? Mik voltak a vágyaink? Iszunk sok. Szerettünk volna akkor is, és erre is boldogok lenni. A rendezvényen átadták az önkormányzat által adományozott kitüntetéseket és díjakat. Idén díszpolgári címet vehetett át Molnár Istvánné pedagógus,
és Bődi János építőipari vállalkozó, a Szarvasvárosért elismerést pedig Korbely István festőművész kapta. 21. alkalommal rendezték meg a Békés vármegyei családi polgárőrnapot a Békés-Dánfoki üdülőközpontban szombaton. A rendezvényen a Békésben szolgálatot teljesítő önkéntes polgárőröket díjazták. A rendezvényen elsőként a házigazda Békésváros polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. Kálmán Tibor elismerően beszélt a polgárőrökről. Elmondása szerint a vármegyében mindenhol ott vannak, ahol szükség van rájuk. Két kézzel támaszkodunk a polgárőrségre, és bármilyen rendezményünk, problémánk van, ők mindig ott vannak velünk, és mindig tudnak segíteni. Akár csak ha arról beszélünk, hogy a színpadőrzését egész nyáron vállalták a Gödörben, de a téli hónapokban is, amikor járták tényleg a kertjeinket, a város külterületét, és volt, ahol idős hölgynek segítettek a mindennapi életben, a bevásárlásban, a begyújtásban, és ez nem egyedi eset volt. Békés vármegye főispánja úgy fogalmazott, hogy ilyen szervezetten és széleskörű tevékenységgel a világon sehol nem foglalkozik civil szervezet, mint Magyarországon a polgárőrség. Bármikor számíthatunk Békés vagy a polgárőreire, a Covid alatt, ha kellett, akkor gyógyszert szállítottak, vakcinát biztosítottak, a logisztikai tervezésben részt vettek, és a mindennapokban is ott vannak a falvakban, a városokban, a tanyákon. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke ismertette, hogy országosan 66 ezer polgárőrt tartanak számon, ebből 2600-an Békés vármegyében végzik tevékenységüket. Dr. Túrós András kiemelte, a polgárőrség fennállása óta a 2022-es esztendő volt a legsikeresebb évük. 10 millió szolgálati órát teljesítettünk, tehát 2022-ben léptük át a bűvös 10 millió szolgálati órának a határát. A másik az pedig, hogy Magyarország kormánya felkérte a polgárőrséget, hogy a határvédelemben fokozatosan, egész évben folyamatosan vegyünk részt, és ennek kapcsán 20 ezer polgárőrünk teljesítette a határon, és ahogy itt is elhangzott, hogy 15 ezer elfogásban működtek közre. A rendezvényen a Békés vármegyében szolgálatot teljesítő önkéntes polgárőröket kiemelkedő munkájukért elismerésben részesítették. Ezt követően a szervezők főzőversenyt hirdettek a különböző településről érkező polgárőrök számára. Sokan a kánikulában is elmennek edzeni, de a szakemberek szerint nem most van itt az ideje a csúcsok megdöntésének és a kőkemény tréningeknek. Klíma nélküli teremben pedig egyáltalán nem ajánlott sportolni. A nyári edzések alkalmával érdemes sok folyadékot fogyasztani és kerülni a koffeines italokat. Ebbe a Békés Csabai edzőterembe a nyári hőség ellenére is sokan járnak. A legtöbben a délutáni esti órákban sportolnak. A szakemberek szerint ilyenkor érdemes elkerülni a keményebb, nagy súlyos edzéseket, ugyanis ez egy klíma nélküli teremben túlzott terhelést ró a szervezetre. A bemelegítés sem elhanyagolható, ugyanis a testhőmérséklet mellett megemeli az izmokba és ízületekbe áramló vér mennyiségét, és növeli azok mozgástartományát és teherbírását. Nagyon fontos szerintem az étkezés, szóval én alapból ahhoz mérten fogyasztok sok vizet, nagyon sok vitamint fogyasztok, nagyon odafigyelek arra, hogy milyen időben edzek, mert nyilván most azért reggel jöttem el, de ennél korábban szoktam általában, hogy ne fulladjak ki. A hidratáció is nagyon fontos, ezért edzés közben alapvető fontosságú 1 liter folyadék óránkénti bevitele. Érdemes edzés előtt 1 órával elfogyasztani 1 liter folyadékot, valamint további fél litert 20 perccel a sportolás megkezdése előtt. A hőségben érdemes kerülni a koffeines edzés előtti italokat is, ugyanis ezek vízhajtó hatással bírnak. Tartózkodjunk az ilyen stimuláció, tehát azoktól a szerektől, amik úgy kicsit felpörgetnek. Ilyenkor nem kell, így is veszítünk elég vizet. Főleg itt a vízvesztéshez megy el ásványanyagok a szervezetből. Az izotóniás italokat ilyenkor lehet használni, pótolni ezeket az ásványi sókat, elektrolitokat a szervezetbe, amik izadás által eltávoznak. A nagy melegben könnyen elmegy az ember étvágya. Azonban, ha valaki túl sok étkezést hagy ki, és mellette túl keményen edz, akkor könnyen leeshet a vércukra, ami szédülést és fejfájást okoz.
hetedik alkalommal szervezték meg az új kígyósi művésztelepet. Az alkotótáborban 16 fő részvételével, Romániából és Németországból is érkező alkotókkal folyt a közös munka egy héten át. A közös alkotás inspirálóan hatott a művészekre, és a megnövekedett alkotói erő felszabadulása kreatív megoldásokat eredményezett. Egy Kolozsvárról érkezett fiatal festőművész így vallott ezekről az érzésekről. Szerintem mi inspiráljuk egymást azzal, hogy együtt alkotunk, megvan annak a szépsége, hogy együtt dolgozunk. A tábor nem csak a képző, hanem más irányú művészetek iránt is elkötelezett és befogadó. Esténként kulturális programokat élvezhettek együtt a résztvevők, így jutott el Hámori Gabriella színésznő is az új kígyósi művésztelepre, aki az alkotótábor szabad légkörét méltatta. Intézményben váltunk művésszé. Mi is kerestük azokat a szabad lehetőségeket, ahol nem az intézményi keretek határoznak meg, hanem a saját, egy külön dinamikát találunk az inspirációra, és más típusú az invenciónak a fajtasága egy ilyen felszabadult közegben. A tábor főszervezője, Horváth Gazsó Adrien elmondta, hogy csak az alkotások témája volt előre meghatározott, hiszen igyekeztek minél nagyobb teret adni az alkotói szabadságnak. Minden évben van egy témánk, amit feldolgozunk, az idei témánk az a mozgás és dinamika. 16 alkotót vártunk szeretettel itt újkigyősen művésztanyára. Mind a 16 alkotó itt a helyszínen dolgozik, különböző technikákkal, különböző stílusban. Maga az alapanyag, amivel dolgoznak, az abszolút kötetlen. Az immár tradícióvá vált tábor szervezői hagyományszerűen vándorkiállítást terveznek őszre összeállítani a most megszületett alkotásokból. Zenés irodalmi esttel egybekötött közönség találkozót tartott Pap Ádám költő pénteken a Békés megyei könyvtárban. Az író verses köteteiből Balázsi Róbert és Csurulya Csongor, a Békés Csabai Jókai Színház két színművésze olvasott fel. Pap Ádám 11 éves kora óta immár 20 éve ír verseket. Az író 3 kötetet jelentetett meg többek között szerelmi témában, illetve több zenei műfaj előtt tisztelegve. Elmondása alapján ma már közel 100 ezer emberhez jut el a munkássága. Nagyon megtisztelő, meg én nagyon örülök neki, hogy ennyi embert meg tud mozgatni egy-egy versem, legyen az szerelmes vers, legyen az egy blúzosabb vers, vagy éppen egy szomorkásabb, ami nem feltétlen szomorkás, csak inkább ilyen helyreigazítósabb. Ez nekem egy nagyon jó érzés, meg nagyon jó visszacsatolás, én örülök neki, igyekszem továbbra sem elszállni magamtól. Pap Ádám számára fontos azokkal a személyekkel a kommunikáció, akik követik a munkáját. Éppen ezért tartott közönség találkozót a Békés megyei könyvtárban. Nekem nagyon sokan írnak, teszem azt a közösségi médiában kommenteket, vagy leveleket kapok, e-mailt, bármit. Ez egy oda-vissza tisztelet részemről. Tehát, hogy nekem fontos az, hogy beszélgessek ezekkel az emberekkel, hogy ne azt érezzék, hogy egy elérhetetlen ember vagyok, hanem ugyanolyan ember, mint ők. Ugyanolyan hétköznapi teszem azt, mint ők. Az író hozzátette, a közeljövőben jelenteti meg 4. verses kötetét, amely az Úti versek címet kapta. Szombat este blues dallamoktól volt hangos a Csaba Gyöngyes Ték színpada. A Borsodi Blue új formációjában Zsombok Rékával lépett fel. A zenekar saját szerzeményekkel örvendeztette meg a közönséget. Sok érdeklődőt vonzott a Borsodi Blues zenekar koncertje szombat este, teljesen megtelt a Csaba Gyöngyes Ték színpadának környezete. Míg pénteken a rendezvényközpont egyik koncertje a szabadtérről az intézménybe költözött, úgy szombaton minden adott volt egy kinti eseményhez, így 8:30-kor megszólaltak a hangszerek. Az együttes alapítója elmondta, hogy a legújabb számaikat hozták el Békés Csabára. Borsodi László megjegyezte, hogy már a régi ifi házban is zenélt, és mindig szívesen érkezik a városba. És már rengeteg emlék fűz minket,
nagyon sok mindenre emlékezünk, illetve itt kint a Stégen pedig különösen egy nagyon fantasztikus dolog nekünk, hiszen ugye a hazai pálya az egy olyan oldott közeg, amikor igazából nincs bennünk itt druk. Illetve van ez a természetes izgalom, de hogy olyan felszabadultak vagyunk, itthon vagyunk. Kinézünk a közönségre, csupa ismerős, barát, rokon. A borsodi blueszenekar immár nagykorú, 2005-ben kvartettként indult el, majd több változás után idén már 9 taggal büszkélkedhet. A Stég színpadon is viszonylag új formációval léptek fel, ugyanis az énekes szerepében a megyei kötődésű Zsombok Réka állt színpadra. Hát nagyon izgatott vagyok, izgulok is egy picit. Még nem is léptünk fel itt Békés Csabán, így ezzel a formációval konkrétan. Szóval most debütál a csapat, szóval nagyon izgulok, de nagyon várom, és bízunk benne, hogy jó kis koncert lesz ma este. Az énekesnő hozzátette, jól érzi magát az új csapatban, és igyekszik felnőni a feladathoz. A zenekar legközelebb augusztus elején Réf Fülöpön egy bluesfesztiválon lép színpadra. Harmadik alkalommal szervezett palacsinta partit a Körös Motoros Karitatív Egyesület vasárnap. A civil szervezet a Csabai rendezvény pajtában életre hívott eseményének célja az volt, hogy azokat a diákokat is megajándékozzák, akiknek nem lett színötös az évvégi bizonyítványuk. A szervezők elsősorban azokat a diákokat várták az eseményre, akiknek nem lett színötös a bizonyítványuk. A megkérdezett fiatalok örültek a kezdeményezésnek és annak, hogy palacsintát kaphattak. Jó tanuló vagyok, és nagyon szeretem az iskolát. Ötös lett. Mindenből ötös kaptál? Kivéve magatartásból. A Körös Motoros Karitatív Egyesület 2020-ban indította el az akciót, melyet egy év kihagyást követően tavaly folytatott. Seben Gabriella elnök ismertette, hogy 350 palacsintával készültek a fiatalok számára. Olvastuk, hogy egy vállalkozás úgy hirdette magát a Facebookon, hogy ha a gyermeknek kitűnő a bizonyítványa, akkor ezzel menjenek be a szülővel, és akkor ajándékot kap a gyermek. És ugye mi erre csináltunk egy ellenkampányt, mondjuk így, hogy akkor mi azokat a gyerekeket várjuk, akiknek nem lett színötös a bizonyítványa, hisz ők is ugyanúgy megdolgoztak azért a kevesebbet érő jegyért, és mi úgy gondoltuk, hogy ezzel is motiváljuk őket, hogy ne adják föl, és tanuljanak tovább. A látogatókat a délután folyamán a palacsinta mellett gokárt és motorbemutató várta, az esemény motoros felvonulással zárult. Iradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!